Igazgatóként neked ez az első projekted itt a Kosztai József Múzeumban? Az első projektem az egy hónappal ezelőtt volt a polgárháznak a megnyitása, október 26-án. Úgyhogy ha így nézzük, akkor ez a második, de ez az igazán nagy. Okay. Ez az igazán nagy projektem. De nem is az én projektem, azért azt tegyük hozzá. Okay. Ez a Kosztai József Múzeum projektje, mert 21 ember építette fel és rakta össze ezt a kiállítást. És az, hogy én vagyok az egyik kurátor ennek a kiállításnak, ez így pontos. Ugyanis van nekünk egy Arató Mátyásunk, egy szentesi lokálpatrióta, nagyon kedves, talán mondhatom azt, hogy barátom, és ezt remélem, hogy ő is vállalja, aki 41 éve pontosan Omega rajongó. És az ő szakmai koordinálásával raktuk, tettük össze ezt a kiállítást. És itt van nekünk egy dr. Nágyi Róbertünk, aki a művészet történésze meleg a Kosztai József Múzeumnak. Tehát a fő energetika, ha lehet itt mondani, akkor ez a három személy. És a három személy mellett az a másik. 21-ből, ha kivonunk hármat, akkor összesen 18-nál vagyunk, és a másik 18 ember. Nagyon nagy a fogadókészség az önkormányzatnál. És ebből az Omega kiállításról szerintem most eltaláltunk valamit, ami nem csak múzeumi program, ami nem csak múzeumi terv, stratégia, hanem turisztika, idegenforgalmi és városmarketing koncepcióval illő elképzelés. Minél több embert vonzunk a Szentesre, és ha lehet, akkor minél több napot töltsenek itt a látogatók, akár egy hosszú út. Olyan tematikára építettük fel a kiállítást, hogy minden beszél, minden világít és minden mozog. Tehát itt például lehet szelfizni Kóbor Jánossal. A látogató feltehet magának egy kóbor parókát napszemüveggel is, eljátszhatja képileg, hogy ő Kóbor János, szelfizhet saját magával, úgy, hogy ő a kóbor. De mondhatom azt, hogy az első fókuszpontja a kiállításnak az a 60-as évek. Megépítettünk egy 1962-es nappalit. Kádár és Acél György képbe fogadja a látogatót. Beállítottuk a szocialista közművelődés asztalát. Megépítettük az 1970-es évekbeli Omega kontextust és attitűdöt. A legünnepeltebb, legmagasabb rezgésszámon működő éráját és korszakát az Omegának. Beépítettünk egy orosz tajgát. Egy 100 éves orosz trojka látható ebben a tajgában. Pontosan 1918-as. Az az építmény, az a nagy szánkó, ami ebben a teremben található. És beépítettünk egy mozitermet. Talán azt gondolom, hogy ez egyedülálló az országban. Kinek ajánlod ezt a kiállítást? Mindenkinek ajánlom. Célcsoportot próbáltuk meghatározni a tervezéskor, és mindenki azt mondta, hogy ez biztos, hogy 55 pluszos kiállítás, én meg azt gondolom, hogy nem. Ez mindenkinek szól, hiszen kultúrtörténelmi barangolást adunk a látogatóknak, 56 évet foglalunk össze. Biztos vagyok benne, hogy ez a kamaszoknak, a kisgyermekeknek is mondhat valamit. Biztos vagyok benne, hogy a pedagógusokat is segíteni tudja. Beszélhetünk például itt a 3D időszakáról. A szocialista közművelődési időszakáról is beszélhetünk. De beszélhetünk a nagyon furcsa, nagyon, nagyon eklektikus és zűrzavaros gulyás kommunizmusról, a szépségéről, meg a nem szépségéről, hogy ilyen profánon fogalmazzak. De beszélhetünk a 70-es évekről, amikor már majdnem egy picit olyanok voltunk, mint Jugoszlávia. Kicsit kitekingettünk már a nyugat felé. Persze mondom én ezt 38 évesen. Aztán, ha jönne egy 68 éves és mellé, már is azt mondja, hogy biztos, hogy nincs igaza, mert nem olyan volt a 70-es évek. De azt gondolom, hogy már ez egy olyan téma, ami a dialógust, diskurzusokat tud elindítani. És hogyha a múzeumnak valami feladata, akkor a múzeumnak ez. Diskurzusokat generáljon, dialógusokat indítson be, érzéseket hozzon elő, emlékeket, gondolatokat gerjesszen.